Fia Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo és Cézao Kuan nem büntették meg, miután mindhárman felmerültek, hogy megszakítsák a kezdési eljárást. Pierre Gasly tévbűnösnek találták, de csak megrovásnak találták. Lewis Hamilton a São Paulo Grand Prix sprintfutásánál harmadik lett, de a hétszeres világbajnok nem lehetett nyugodt. A verseny során gyanú merült fel, hogy ő és Daniel Ricciardo és Cézao Kuan meg tudták szakítani a kezdési eljárást. A sportfelügyelők azonban még hivatalosan sem vizsgálták meg, mi történt, így mindhárom elmenekült a büntetésből. Az F1 volt versenyző, Karunc Handhok, a Sky Sports szakértője jóval a döntés előtt elmagyarázta, mi történt. A szabályok szerint a mező tagjainak a kiindulási kocka szélén lévő sárga vonalon kell állniuk, mivel a szezonálisok egy lehetséges ugrást érzékelnek onnan. A kezdet előtt parkolt a 37 éves pilóta mögött, de mivel nem kapott előnyt, Handhok azt is feltételezte, hogy nem lesz büntetés. Ez úgy döntött, hogy a Mercedes lesz az első sor a versenyen a tavalyi Szaúd-arábiai Grand Prix óta. Ennek oka az, hogy bár Carlos Sainz bezárult a sprintnél Hamilton előtt, a belső égésű motor cseréje miatt 5 hely van a rácson. Ennek eredményeképpen a 7 órás világbajnok beléphet George Russellbe. Egy másik esetet már megvizsgáltak, és megállapították annak a személynek a bűntudatát. Ezen kívül ez Pierre Gasly, akinek csak 2 büntetőpontja van a futásból. A francia versenyző túlságosan lassan ment a kimenetelében, de figyelmeztetéssel menekült el, ami azt jelenti, hogy még nem is kapott megrovást. Vele ellentétben a Lance Stroll nem menekült olyan olcsón. A kanadai pilóta már 10 másodperces büntetést kapott a versenyen, miután csapattársát, Sebastian Vettel, kiszorították a pályáról. Ehhez további 3 büntetési pontot adtak hozzá, ami a csa 4-et eredményezte 12-től.